Képek az egészségügyi ellátásból, amihez semmi köze nem volt annak a férfinak, aki nőgyógyásznak adta ki magát egy női ismerősének. Olyan meggyőző volt a 24 éves vádlott, hogy a nő engedett neki, és megvizsgálhatta a kuruzsló. Egyszer a sértett rosszul léte okán neki felajánlotta, hogy megvizsgálja. Több alkalommal nőgyógyászati vizsgálatot végzett a sértetten, aki, mivel nem kellett fizetni a vizsgálatokért, ismerősének is ajánlotta a gyanúsítottat. A gyanúsított a sértett ismerősén egy nőn és egy férfin is rendszeresen nőgyógyászati vizsgálatokat végzett. A nőktől különböző nőgyógyászati mintát vett a férfitől, ondó mintát kért. Majd részükre orvosi diagnózist is közölt és kezelést ajánlott, mindezt úgy, hogy nem volt orvosi végzettsége. Egy másik esetben jogásznak adta ki magát, így jutott pénzhez. Tavaly évben ismerkedett meg az interneten egy sértett férfival, akinek hol ügyvédnek, hol közjegyzőnek adta ki magát, és tőle különböző indokokra hivatkozva 6 hónapon keresztül összesen több mint 11 millió forintot csalt ki a sértettet tévedésbe ejtve. Magát ügyvédnek kiadva baráti kapcsolatot épített ki vele, a bizalmába férkőzött. Ezt követően telefonon ismét egy másik személynek kiadva magát, elhitette vele, hogy ügyvéd barátja tragikus hirtelenséggel meghalt. Ezután több különböző, nem létező személynek adta ki magát, és többek között pénzt kért a temetésre, illetve a hagyatéki eljárásra is, mivel azt is előadta, hogy az elhunyt nagy értékű vagyont hagyott a sértetre. Ezek a cselekmények kuruzslás büntettének, illetve jelentős kárt okozó csalás büntettének a megállapítására alkalmasak. A Pécsi Járási Ügyészség indítványt tett arra, hogy a Pécsi Járásbíróság a gyanúsított letartóztatását rendelje el, részben a bűnismétlés veszélye miatt, részben pedig azért, mert a gyanúsított, miután őt kihallgatták kuruzslás büntette miatt, a korábban már megkezdett csalási cselekményeket tovább folytatta. A Pécsi Járási Bíróság július 1-én elrendelt a férfi előzetes letartóztatását egy hónapra. A gyanúsított büntetlen előéletű rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, ezért tartani lehet attól, hogy folytatja a csalásokat, illetve elmenekül a felelősségre vonás elől.